A Diósgyőri összeállítást láthatjuk. Három helyen változtatott Kuznyecov Szergej a Budafok elleni hétközi 2-1-re megnyert mérkőzéshez képest. Bokros és Holdanf 5 sárgás, ők tehát mindenképpen ki kellett, hogy kerüljenek a kezdőből. Koman pedig a kispadra került, helyettük Bertus, az imént köszöntött Bertus került be a védelembe. Cseke a középpályára, és Eppel lesz majd a középcsatár. Az első szöglet tehát, rögtön az első percben. Kanyarodik középre a labda, és egy fejes, Heinrich óriásit védett. Az előzetes összeállításhoz képest van egy kis változás. Annyi változtatást eszközölt Kuznyecov Szergej, hogy bár Csekét a középpályára jelölte, a jobb hátvéd posztját foglalja el. Ez pedig egy jó kis lövés! Mindenki ott sertepertél Heinrich körül. Próbálják megzavarni a kapust a hazaiak. Milyen is jön a szöglet? Heinrich üti el. Cseke elengedi, azt a mindenit, mi maradt ki. Horváth sarok rugása. Át a túloldalra. Jó lehet az még. A csel nem pontos, és azonnal leteperte ellenfelét Szatmári, aki indít is. Roboghat Lőrinci, középen van érkező, ott van Lukács. Lőrinci még meghúzza a jobb lába felé. Lőrinci! Hú, de jó kis lövés volt. A kapufa mentette meg a vendégeket. Bertus. Újra Bényei. Kicsit nagy a létszám a 16-oson belül, és Heinrichnek kellett megint védenie. Obuné kapja Eppeltől. Lőrinci látványos mozdulattal. Ezúttal alászaladt Heinrich, és szerencséje van. Horváth. Elvállalja a kapura! Csirmaz. Cseke szépen fordult. Obuné. Obuné! Eppel. Légüres térben most a középcsatár. A középpálya és a védelem között könnyedén szedte fel a labdát. Ez pedig jónak tűnik. Cseke! Fölé mellé. Cseke. Lágyan Obuné felé. Obuné egyből fölé. De nézzük előbb Horvátot, aki már ott van a 16-oson belül. Volt is érkező. Egy pici pontatlanság volt a paszban. Viszont ez így még meg lehet. Vukasov is dobja ki oldalra. És egy lehetőség, oldalháló. Lőrinci a sarokból. És a fejes, Heinrich megint. Ezzel pedig lehet indulni. És még mindig ott van. Óriási védés Danilovics-tól. Lőrinci megpróbál most rendezetlen védelem ellen támadni a DVTK. Jónak is tűnik! Heinrich véd megint! Bertus laposan középre. A szurkolók kezet reklamálnak. Bényei lő, Heinrich! Bertus ismételhet. Ez jónak tűnik! És mi történik? Mellé! Nagy Zoárdal a kényszerítő, ott a bal lábán, és a lövést lepattan. Danilovics, és csak szögletet tudta tolni. Cseke hozza aztán el. Van induló ember, két támadó, három védő, Jurek és Lukács is gyors. A labda fel a levegőbe, Vukasovics rosszul találta el! Micsoda gól Jurektől! Megint csak csereként beállva eredményes, és akrobatikus mozdulattal szerzi meg a vezetést, azok után, hogy mondjuk ki őszintén, volt két teljesen pocsék labda átvétele. És újra gólt szerez, csereként beállva. Ez a 9. gólja, és a 7. a kispadról beszállva. Ez egy óriási hiba Vukasovics-tól. Itt még lepattan, aztán ballal behúzza oda a kapufa mellé, estében, háttal Heinrich kapujának. Szép megoldás. És akármennyire is jó teljesítményt nyújtott eddig Heinrich, ennél a szituációnál már ő is tehetetlen. 29 bajnokin eddig 8 gólt szerzett Jurek. Ide Diósgyőrbe a Chennain FC-től érkezett.
Ez pedig még így jó lehet. Egyenlítési lehetőség, és nem csak lehetőség, hanem egyenlítés a Moson-Magyaróvár. Nagy Zoárd, aki csereként lépett pályára. Az utolsó percben kiegyenlítenek a vendégek. Jó csere volt Nagy Zoárd. Az előző fordulóban kezdőként kapott lehetőséget, akkor kikapott együttese. Holnap ünnepli a 23. születésnapját. 3 perc a hosszabbítás közben azt látjuk, egyetlen meccsen nem lépett pályára a szezonban. 30 bajnoki 4 gólt lőtt eddig, ez az 5. találata. És lehet, hogy ez a találat pontot ér a Moson-Magyaróvárnak. Cseke. Még ezzel az 1 ponttal is nő a DVTK előnye. De van még azért néhány másodperc. Bertus. Lágyan. Megcsúsztatta Szatmári Jureklő fölé. Koman. Henrik üti el. A hosszú oldalon begyűjti Bertus. Az utolsó percben járunk a jelzett. Hosszabbításban Henrik véd. 1-1-es döntetlent játszik a DVTK a Moson-Magyaróvárral.